Halleluja. Köszönjük, drága mennyi atyám, hogy annyira szeretsz minket, hogy elküldted az egyszülött fiadat, a názáreti Jézus Krisztust, hogy megválthass minket, hogy örök életet adhass nekünk. Köszönjük, hogy ugyanakkor megváltottál a szegénységtől, a betegségtől, a haláltól, a fájdalomtól, a szenvedéstől, a nélkülözéstől. Hálás a szívünk neked, drága mennyi atyám. Köszönjük, hogy így szeretsz bennünket. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Minden hála, minden dicsőség egyedül téged illet. Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy megnyitod az értelmünk szemeit. Köszönjük, hogy adsz nekünk kijelentésnek és bölcsességnek szellemét a mai napon. Köszönöm, atyám, hogy te adsz szavakat a szám megnyitásakor, hogy bátorsággal szóljam a te evangéliumodat tisztán és világosan, szellemieket, szellemieket szabván. Köszönjük, drága mennyi atyám, hogy te táplálsz minket hozzánk illő eledellel. Köszönjük, hogy Te mindig betöltöd minden szükségünket. Legyen szó fizikai, szellemi, lelki vagy anyagi jellegű szükségről. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet, amely minden nap megújul felettünk. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Áldott legyen a Szent Neved. Amen. Halleluja. Öleld meg a szomszédodat, mondd neki, hogy Isten hazat, A legjobb helyre jöttél. Halleluja. Halleluja. Hallelujah. Köszönjük a dicséretet. Nagyon-nagyon örülök, hogy. Itt vagytok ma, mindenkit különös szeretettel köszöntök, és uh, sokan értesültetek már lehet. Uh, azok, akik esetleg még nem értesültek volna, szeretném elmondani, hogy a mai nap uh, egy különleges alkalom lesz, főleg azért is, mert az úr itt van, de azért is, mert hogy, uh, a pálinkó tesónk elköltözik, és hogy ez az utolsó nap, hogy itt van velünk, és, uh, és nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy uh, hogy ennyi ideig is itt volt velünk, és szolgált, és egy igét adott az Úr. Hiszem azt, hogy ez neked szól, és szeretném ezt megosztani. Jeremiás könyvének 5. fejezet 3. verse. Jeremiás könyve 5. fejezet is csak a 3. vers. És azt mondja, hogy Uram, a te szemeid, avagy nem a hűségesekre néznek-e? És főleg ez a része, hogy Uram, a te szemeid, a vagy nem a hűségesekre néznek-e? azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a Peti igen hűséges, hűséges az Úrhoz, az ő szeretetéhez, hűséges volt hozzánk, és köszönjük neki, azt hiszem mindannyiatok nevében elmondhatjuk azt a szolgálatot, amit itt megtett az Úr előtt. Hisszük egyébként, hogy lesz ennek még folytatása, az Úr tudja. Hisszük, hogy az ő útjai az Úr kezében vannak, és... És lehet, hogy még az Úr visszavezeti, és hiszük, hogy azért abból a meggyőződésből mennek Szegedre, hogy úgy hiszik, hogy ez a legjobb a számukra, és hogy az Úr valami csodálatosat tartogatott a számukra. És ezért örömmel elengedjük őket úgy, hogy tudjuk, hogy ez a javukat fogja szolgálni. Úgyhogy akit ez meglepet, bocsánat, nem olyan régen derült ez ki, nem tudtunk mindenkinek szólni az ügybe. És a végén egy kicsit ünnepelni fogunk, úgyhogy ha sietnél, esetleg, vagy úgy gondoltad, hogy gyorsan lelépnél, akkor gondold meg! ez ma egy vissza nem térő alkalom, hogy a Petivel együtt tudjunk ünnepelni még ma, úgyhogy köszönjük az Úrnak az ő hűségét. És nagyon örülünk, hogy, hogy mostanig itt volt velünk, kitartott a jóban, rosszban, mindenben, úgyhogy nagyon hálás a szívem nekem. És nagyon számomra egy élmény volt vele szolgálni. Voltunk a börtönbe, hosszú évekig együtt szolgáltunk. <tosz> Az utcákon, a gyülekezetbe, és sok-sok-sok helyen tényleg azt hiszem, hogy csodálatos munkása az Úrnak, és hogy hisszük, hogy az Úr még hatalmasabban fogja őt használni ezután, mint eddig. Ha itt a Bibliátok, akkor ahogy szoktuk, tegyük meg a megvallásunkat. Jó, emelt fel, jó, magasra. Ha nincsen Bibliád, még van kölcsönbiblia, amit le lehet nyúlni, és meg fogjuk tenni a megvallásunkat Isten igéből. Jó? Ez itt az én Bibliám. Ez az az, én az, vagyok, az, az vagyok, vagyok. Amit mond rólam az ige. Mindaz, mindaz megvan nekem. Amit mond rólam az ige. Mindazt, mindazt meg tudom tenni. Amit mond rólam az ige. Ma tanulni fogok Isten igéből. Bátran kielentem, Ezért bátran kijelentem, hogy, hogy az elmém nyitott, és a szívem befogadó. A Jézus nevében. Amen. Halleluja. Halleluja. És ez az ige, amiket uh, olvasunk, amiket tanulmányozunk, amiket beépítünk a szívünkbe, az élő és ható. Amen. És élesebb mindenkét élő fegyvernél. Halleluja. Az Úr Jézus hiszem, hogy a szívemre helyezett néhány dolgot, a ma, mai napon, és ezekből szeretnék megosztani nektek, amennyit tudok. A Lukács evangélium 8. fejezetére, hogyha kinyitnátok a bibliátokat, azt megköszönném. Lukács evangélium 8. fejezet. És a négyes verstől fogjuk nézni. Ott vagytok? Hálalőleg, köszönöm, ígértem, hogy meg fogom köszönni. Dicsőség az Úrnak, hogy velem tartotok ma is. Hálalúja. Ez a példázat a magvetőről szól. Tudjátok, most nem erről a repcsapatról szólunk, hanem a magvetőről. És Tudom, hogy sokan hallottátok ezeket az igéket. Bátorítalak, hogy nyisd meg a szívedet. Az Úr nekem új megértéseket adott ma reggel ezzel, ezekkel az igékkel kapcsolatban. Ezerszer hallottam már őket legalább, és, és, sok jó dolgot hallottam ezekről az igékről, és úgy vélem, hogy az Úr nekem valami újat mondott, amit eddig még nem vettem észre ezekben az igékben, és szeretném ezt megosztani veletek. Négyes verstől. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, mond példázat által. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben némely esik az útférre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. És némely esék a kősziklára, és mikor kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely esék a tövisek közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfolytják azt. Némely pedig Esék a jó földbe, és mikor kikelt, száz annyi hasznot hoza. Ezeket mondván kiált, akinek van füle a hallásra, hallja. Halleluja! Akinek van füle a hallásra, hallja. Hát biztos vagyok benne, hogy azok, akik ezt így elsőre hallották, és nem a tanítványok között voltak, lehet, hogy nem igazán értették, hogy itt Jézus mit akar mondani. Uh, Hányan hiszitek azt, hogy Isten igéje nem véletlenül van úgy leírva, hogy le van írva, és hogy Isten igét lehet akár szó szerint is venni? Amen. Azért írta így Isten igéje. Viszont meg kell különböztetni azt, amikor Jézus példázatokról beszél, vagy konkrét esetekről beszél. Van például, amikor Jézus azt mondta, hogy volt egy ember, volt egy bizonyos ember, és akkor mond róla egy történetet, ez megtörtént. És van, amikor példázatokban beszél. Ez, amiket itt olvastunk most, ez egy példázat, ez nagyon fontos, hogy ez nem egy nem egy történelem, nem egy megtörtént eset, ez egy példázat, és ezzel a példázattal uh, tanít nekünk Jézus Isten országáról igen-igen fontos dolgokat. És... Uh... Ezért ez a példázat, a mag képvisel valamit, a földek képviselnek valamit, és ezáltal szeretne Jézus megértetni velünk valamit. És azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogyha ezt a mai napon, hogyha nyitott szívvel, nyitott füllel hallgatod ezeket az igéket, egy forduló pontot jelentet, én hiszem az életedben, ha megérted ezeket az igazságokat, amik ezekben a versekben és a következőkben vannak. Nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon kulcsfontosságú dolgok lesznek azok, amiket fogunk most észrevenni. Először is uh, mindenki tudja, ezért így csak én költői kérdésként teszem fel, hogy ebből a négy földből melyik föld volt az, és hány föld volt az, amelyik konkrétan jó és hasznos gyümölcsöt termet. Tessék, de azért megválaszolhatjátok, bocs. Most megszívattalak, nem akartam. Szóval a négy földből igazából egy, föld, egy típusú föld volt az, amelyik jó és hasznos gyümölcsöt hozott, mert a, volt még egy, amelyik hozott ugyan uh, gyümölcsöt, csak azt megfojtották, és igazából pontosabban az a mag kikelt, és elkezdett fejlődni, de egy gyümölcsöt nem hozott. És uh, ezért ezt nem szabad összetéveszteni. Összesen egy olyan típusú föld van, ami uh, a gyümölcsöt hozza. Uh, segítsetek nekem mindenki, tudja, hogy mi, mit is mond Isten igény? Hogy mi a mag? A mag Isten igény. És mi a föld? a mi szívünk. Dicsőség Istennek. Így van. Nézzük meg akkor, mikor Jézus a tanítványok megkérdezték, hogy hogyan magyarázta el nekik ezt a, ezeket a különböző típusú földeket és ezt a példázatot. És megkérdezék őt, 9 vers, és megkérdezék őt az ő tanítványai mondván, mi lehet e példázat? Ő pedig mondanéki: néktek adatot, hogy az Isten országának titkait értsétek egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. Jézus pontosan tudta, hogy ezt valaki csak így hallotta, akkor látta, hallotta, nem értette. És Jézus mondta, hogy ez egy titok. Remélem, hogy észreveszitek, hogy a titkok, azt mondja Isten igéje, hogy, hogy uh, Isten a, ezeket a titkokat, az ő királyságának a titkait fogja folyamatosan az idők és az idő korszakokban kielenteni nekünk, és az ő dicsőségét fogja felfedni a számunkra. És most egy titkot magyaráz el Jézus, és ez igenis fontos, és sokan nem értik. Sokan nem tudják, hogy ez most mit is jelent pontosan. És azt mondja, hogy a példázat pedig ez, a mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, aztán eljön az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Itt nagyon világosan mondja Isten igéje, hogy vannak emberek, akik habár hallják az igét, jön a sátán, és kikapja a szívükből. Biztos találkoztatok már ilyen emberekkel, ti is, akik, akik hallották az igét, és láttad, hogy nyitott is volt, hazament, és a feleséggel beszélgetett egyet, vagy fordítva a férj a feleséggel. És mi történik? Legközelebb nem látjuk őket, nincsenek közöttünk, miért nem? Az ördög kilopta a szívükből, és még mielőtt üdvözülhettek volna, ez az ige, a gyökereiben, a magban meghalt. És sajnos ez sokszor előfordul, ez, a, ez az útfélen valók, ez a, ez a fajta szív. A kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. Azt hiszem, hogy a legtöbben tudjátok, hogy uh, hívőnek lenni csodálatos dolog, fantasztikus. Uh, örömökkel jár, beteljesedéssel meg minden, de nem fenékig tejfel, ugye? Egyet értünk ebben, hogy néha vannak olyan pillanatok, amikor azt mondanák, hogy olyan jó lenne, hogyha ezek nem lennének, de vannak. És Isten igen mondja, hogy, ha hívő vagy, akkor is fognak fújni a szelek, és jönnek az árvizek, de ha te a kősziklára építettél, a házad megáll. Isten igen nem mondja azt, Isten igen nem mondja azt, hogy... Uh, te is prédikálni akarsz? Isten igye uh, nem mondja azt, hogy nem fognak fújni szelek, nem lesznek árvizek, nem mondja azt, hogy soha nem lesz problémát, hogy mindentől mentes leszel, és egy, egy, egy üveg burokba fogsz élni, hanem azt mondja, hogy átsegítelek mindenen. És velem együtt a kőfalon is átfutsz, és akárhány problémád van, mindegyikből kimentelek téged. Ezt mondja és ígéri Isten igéje, de azt nem ígéri meg, hogy nem lesznek problémák. Amen. És igenis lesznek kísértések, és sokan azt gondolják, hogy ha hívő vagyok, akkor minden happy lesz, és soha nem lesz semmi probléma, soha nem leszek megpróbálva, soha nem érnek problémák, és amikor elkezdenek ezek a problémák megjelenni az életében, azt mondja, hogy én ezért vagyok hívő. Mielőtt hívővé váltam volna, sokkal jobban ment, sokkal egyszerűbb volt, sokkal így, sokkal úgy, és megbotránkoznak, és a kísértésben feladják, elszakadnak. Mi történik ilyenkor? Az az ige, amit addig hallottak, lehet ez egy hét, két hét, egy hónap, egy év, öt év, teljesen mindegy, hogy mikor adja fel valaki a kísértésbe, az az ige, amit ő addig kapott, nem terem gyümölcsöt az életében. Ha megnézitek, az első, odáig sem jutott el, hogy üdvössége legyen. Én meg vagyok győződve arról, hogy az, aki a kősziklán való, hát ő lehet, hogy eljutott oda, hogy Jézus befogadta a szívébe, de az ige nem tudott gyümölcsöt teremni az életében. Nézzük a következő. Fajta földet, és amelyik a tövisek közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól és a gazdagság, gazdagságától és gyönyörűségeitől megfolytatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Bocsánat, egy pillanatra visszatérek a másik fajta földre, a második uh, fajta földre, akik örömmel veszik az igét amikor valaki belekóstol elsőre Isten igébe, olyan nagyon édes, olyan szuper, olyan csodálatos, olyan örömteli, Isten folyamatosan ellátja őt különböző megtapasztalásokkal, és ez nagy örömöt jelennek, és örülnek, és örülnek, és örömben vannak. És sokszor én, én ezt tapasztaltam hogy az évek során, amióta itt szolgálok, hogy közel két év az az idő, amikor azok, akik örömmel veszik az igét, még nem gyökereztek meg, és ha jön megpróbáltatás, ami konkrétan egy teszt ahhoz, hogy leméretesen, hogy a hited mennyire növekedett, Ezeken a teszteken megbuknak, és utána elvesznek, és eltűnnek. Közel két év, két és fél év, és ott az embereknél kiderül, hogy meggyökereztek-e ez idő alatt, vagy még nem. És hogyha nem, nincsen semmi probléma, csak mélyre kell ásni, meg kell maradni Isten igényem mellett, és amikor a problémák jönnek, akkor kell odafordulni Istenhez. Most a hétvégén evangelizáltunk, és találkoztunk olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy hát ők akkor hisznek, amikor volt, aki azt mondta, hogy ő akkor hisz, amikor bajban van, akkor imádkozik. Mikor nincs baj, akkor akkor nincs semmi probléma. Beszéltem egy olyan uh, emberrel is, aki azt mondta, hogy sokan csak akkor hisznek, amikor bajban vannak. Hát ez nagyon guztustalan dolog, ugye? És hogy ő inkább úgy van vele, hogy vagy higgyen valaki, vagy ne higgyen, de amikor bajban van, ne forduljon oda Istenhez. Hát egyik se a legtökéletesebb megoldás igazából Isten igen mondja, hogy amikor bajba vagyunk, amikor szorultságban vagyunk, amikor szükségben vagyunk, kiáltsunk hozzá, kérjünk, és adatik, és ő megsegít, de azt is mondja, hogy a jó időkben is maradjunk vele, és dicsérjük őt, és magasztaljuk őt, és osszuk meg az áldásainkat másokkal. Úgyhogy csak annyi, hogy amikor valaki ilyen nagy örömmel fogadja az igét, az szuper, nagyon jó, de győződjön meg arról, hogy meggyökerezik Isten igében, mert nagyon sokszor az fordul elő, hogy élvezi az életét, nagyon jó, happy minden, és amikor jönnek a problémák, akkor azt mondja, óó, oh, oh, én nem erre gondoltam, én nem ezt a lovat választottam, és megbotránkozik, megsértődik, feladja, és az eredmény az lesz, hogy nem fog gyümölcsöt teremni. A harmadik fajta, amit megnéztünk, ugye, de elolvasom még egyszer, mert régen volt, hogy és amely a tövisek közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól, és gazdagságától, és, és gyönyörűségeitől megfolytatnak és gyümölcsöt nem teremnek. Hányan tudjátok, hogy sokan azért nincsenek ma itt, mert dolgozniuk kellett, sokan azért nincsenek itt, mert más dolguk van, fontosabb dolguk van, esetleg pihenniük kell, mert holnap is föl kell kelni korán dolgozni, az élet gondja, egy csomó dolguk van, egy csomó bajuk van, egy csomó problémájuk van, és dolgozni kell rajta, nincsenek itt. Mások azért nincsenek itt, mert azért hajtanak, hogy nagyobb házuk legyen, nagyobb autójuk legyen, több pénzük legyen. A gazdagság és ennek a gyönyörűségei, hogy, hogy, jobban tudják kiélvezni az életüket, hogy jobban tudják élvezni azokat a javakat, amiket a munkájukkal megszerezhetnek. Ezért háttérbe szorítják Isten igét, Istent, a gyülekezetet, a szolgálatot és minden egyebet. És mi lesz az eredmény? Az életükben a gyümölcsök nem fognak megjelenni. Nem lehet így gyümölcsöt. Ugye tudjátok, Isten igen mondja, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Vagy, vagy el kell dönteni. És Jézus azt mondja, hogy azok, akik inkább hajlanak arra, hogy de nekem, hmm, tudom, Isten jó, megad minden, meg egyéb, de nekem most kell, nekem nagyház, ez kell, az kell, amaz kell, én ilyen életet akarok élni, lehet választani, Isten nem kárhoztat. Jézus azt mondta, nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megmentsem azt. Nyugodtan lehet azt választani, de nem tudod egyszerre azt választani, hogy egyszerre Isten és a világ a kettő nem megy együtt, és ezt Isten igen világosan mondja. És azok, akik a világra, a csillogásra, a ragyogásra, hogy, hogy, hogy mindenkinek jó véleménye legyen róla a Facebookon, vagy bárhol máshol, a szomszédai között, vagy bárhol, ha erre adja az életét, és ezért él, akkor egy dologban biztos lehet, hogy nem nem fog gyümölcsöt teremni az élete. Nincs azzal semmi baj, hogyha sok lájkot kapsz a Facebookon, nincs azzal semmi baj, legyen Isten az első az életedbe. Nyugodtan vállalt fel Istent, és hogyha valakinek ez tetszik, és lájkolgat téged, akkor szuper, halleluja. Ha pedig azt mondja Isten igen, hogy valaki, hogy üldözni fognak, és valakinek ez nem tetszik, és, és beszólogat neked a Facebookon, letilthatod, ha akarod. Könnyű megoldás, de igazából Isten igen ezt mondja, hogy az áldásokkal együtt uh, fognak jönni üldöztetések. Fognak jönni olyan emberek és beszólások, amiknek nem fogunk körülni. Ez Jézussal is megtörtént. Jézus ennek ellenére tudott boldogan élni, és tudta élvezni a szolgálatát, és tudott segíteni másoknak, és ha neki sikerült, ez nekünk is fog. Amen. És akkor itt van a jó föld, 15-ös vers. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal. Ezt az igét nyitottak ki egy kicsit az Úr a számomra, úgy hiszem. Mindig is tudtam, hogy a jó az, akik az igét megtartják. A jóföld az, amelyik gyümölcsöt terem, amelyik sok gyümölcsöt terem. Valahogy nem tudom, elkerült ez az iga a figyelmemet. Itt azt mondja ugyanis, hogy amelyek pedig a jó esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják. Tiszta és jó szívvel. Vajon lehet az igét megcselekedni nem tiszta szívvel, nem jó indítékból, nem jó hozzáállással? Soha nem jutott eszembe még, hogy, hogy, lehet, hogy valaki cselekszi az igét. Eljár a gyülekezetbe, adakozik, különböző dolgokat megtesz, ugyanazt, mint valaki más, de a szívében esetleg az indítékok nem helyesek. Hányan tudjátok, hogy lehet azért adakozni, hogy meggazdagodjak? Mert az ige azt mondja, hogy aki vet az arat, ha adtok nektek is adatik, jó mértéket megnyomottat, megrázottat, ezt mondja Isten igéje. Ha vetsz magot, elvárhatod, hogy arassál, sőt el is kell, hogy várjad. De hogyha csak azért vetsz, hogy neked legyen több, nem olyan biztos, hogy ez egy helyes hozzáállás. És, és hogy csak azért legyen persze neked több, hogy több, többet élvezhessél, nem azért, hogy esetleg többet adhassál belőle, és több, többet tudja segíteni belőle és Isten felnyitotta a szememet, hogy mennyire fontos az, hogy az igét nem csak hogy hogyan hallgatjuk, hanem hogyan cselekedjük meg. Emlékeztek Hégenre, Kenneth Hégenre, amikor imádkozott az Úr előtt, és mondta, hogy Uram, én szolgállak téged, én engedelmes vagyok, én elhagytam a gyülekezetet, minden téged szolgálok, de nincs elég pénzünk, a gyermekeimet nem tudom normálisan ruházni, az autómat nem tudom fenntartani. Uram, mi a helyzet? Megteszek mindent, amit te mondtál. És emlékeztek, hogy az Úr mit mondott neki, hogy, engedelmes vagy, de... Nem vagy hajlandó. mi, mi ez a hajlandóság? Ez a hajlandóság a szívünk állapota, igaz? tulajdonképpen, hogy hajlunk arra, hogy, enge, hogy, hogy jó szívvel tegyük meg azt, amit vár tőlünk az Úr. Ha ezt nem így tesszük, ha nem jó szívből tesszük, ha kényszerből tesszük, ha, ha azért tesszük, hogy más mit gondol rólunk, ha azért tesszük, hogy, hogy különböző előnyökhöz jussunk az életben, vajon ez lehet az Úr előtt kedves? A Galatákhoz írt levél, uh, ide majd vissza fogunk lapozni egy kicsit, a Galatákhoz írt levél, Na megtalálom, hogy hol van. 5. fejezet 6-os versben azt mondja az Ige, hogy Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Ha jól idéztem, mert még nem találtam meg én se. Igen, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetékedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Tehát ha az Úrban teszünk bármit is, az csak akkor lesz hasznos, csak akkor fog érni valamit, ha a szeretetből, szeretet által és hitből tesszük. És nagyon fontos az, hogy ugye mondja Isten igen, ha valamit tesztek, a szívből cselekedjétek, mintha Istenek és nem embereknek tennétek. Uh, Túl sok igét nem gyűjtöttem ehhez össze, de azt hiszem, hogy a legtöbben hallottatok már ehhez hasonló igéket, amik arra uh, indítanak bennünket, hogy, hogy a, az indítékaink legyenek tiszták, hogy legyünk őszinték Istennel, vele semmi értelme bújócskázni, vagy megpróbálni őt becsapni, hiszen esélyünk nincsen rá. Uh, és akkor meg miért próbálnánk meg, hanem legyünk őszinték, és hányan tudjátok, hogy nem csak Istent uh, akarhatjuk becsapni, hanem néha előfordul saját magunkat. Én, én sokszor rajta kaptam magamat, hogy nem is jöttem rá, hogy még magamat is becsaptam, hogy én ezt ezért teszem, vagy azért teszem, de igazából nem. és, és én, én, én javaslom az mindenkinek, és bátorítalak, hogy időről időre végezzél egy kis önvizsgálatot, hogy az, amit te teszel, az, amit te szolgálsz, az, amit dolgozol, az, amit csinálsz, azt te miért teszed, milyen szívből teszed, milyen indítatásból teszed, mert lehet, hogy valamikor jó szívvel kezdted el tenni, és aztán belefásultál, aztán már kényszer lett, aztán már úgy érzed, hogy lelkismeret furdalásod van, hogyha azt nem teszed meg, és különböző okok lehetnek később, lehet, hogy valamit jól kezdtél el csinálni, de az idők folyamán belefásultál, belefáradtál, beleragadtál, és már nincs az a lelkesedés, nincs az a, az a tiszta indíték, ami volt régen, és ilyenkor ezen változtatni kell. Emlékeztek, hogy amikor az Úr megmutatta hégennek, hogy nem hajlandó, mit mondott, vagy mit tette erre hégen? És azt mondta, hogy nem mondja neki senki, hogy ez sokáig tart, ugye kiigazítani magamat. Azt mondta, hogy tíz másodpercig tartott nála, miután az úr megmutatta, azonnal kiigazította magát, és mondta, Uram, te tudod, most már hajlandó, és engedelmes vagyok. Jöhetnek az áldások. Amen. És ugyanez van a mi életünkben is csak néha meg kell álljunk egy percre, elgondolkodjunk azon, hogy amit teszünk, azt miért tesszük, és elmondok, sokan tudjátok, de elmondom nektek, hogy, hogy Isten szolgálni a legnagyobb öröm néha beleesünk, és én is estem bele ebbe, hogy, hogy, a megszokásból, esetleg rutinból, kényszerből, vagy mert muszáj szolgáljuk az Urat, mert evangelizáció van, el kell menni, hát valakinek csak ott kell lenni, meg így nem a legjobb, viszont hogyha jó szívvel mész, és azért mész, hogy az Úr használjon. Azt hiszem, hogy a legtöbben, akik jártok evangelizációra, megfordult már bennetek az a gondolat, hogy vajon engem tud ma az Úr használni? a legtöbben úgy indulunk el, hogy mindenféle bajunk van időnként, és az ördög hoz különböző gondolatokat, hogy te úgy se tudsz segíteni, te, te, most jobban tennéd, ha otthon maradnál, vagy nem mennél sehova, és azok, akik ezt nem hallgatták meg az ördögtől, hanem ennek ellenére elmentek, áldás voltak mások számára. Valaki tud erről bizonyságot tenni, hogy az ördög próbálta őt lebeszélni, de te elmentél annak ellenére, és áldott voltál, és azok is, akikkel beszéltél. Halleluja! Az indítékok nagyon fontosak. Mert Istennek semmi más nem számít, csak a szíved. É, azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb dolog, ami megváltozott az Ó és az Új Szövetség között, az pontosan ez, hogy az Ó Szövetségben voltak a törvények. Hogy mit nem szabad, mit nem szabad, mit nem szabad, mit nem szabad, mit nem szabad. Ne tedd ezt, ne tedd ne tedd azt, ne tedd azt. Az Új Szövetségben, ha. Most ne, ne csapódjon le a biztosíték benned jó mindjárt, ugyanez a helyzet. Most is az van. Hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, ne tedd, tedd amazt, csak megfordult a, a, az indítatás. Régen azért nem tettük ezeket a dolgokat, vagy nem tették az emberek ezeket a dolgokat, mert meg volt parancsolva, hogy neted különben meghalsz. Az új szövetségben pedig az a különbség, hogy Jézus azt mondta, hogy ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást, és azt mondta, hogy ha valaki ezt az egyet betartja, ezt az egy parancsolatot az összes többit betartja. És ha én szeretlek téged, nem fogok lopni tőled, csalni, hazudni, stb. Ugyanaz a tulajdonképpen Istennek az elvárásai az irányunkba túlságosan nem változtak, csak hozzá segített abban, hogy ezt hogyan tudjuk konkrétan kivitelezni, és azáltal, hogy tudjuk, hogy Isten mennyire szeret minket, és mi abból a szeretetből merítve fogjuk tudni szeretni az embereket, és ezáltal meg fogjuk tartani a törvényeket, és nem törvényeket akarunk megtartani, hanem csak szeretni akarjuk Istent és az embereket, és ezáltal az összes többi törvényt betartjuk. Ami megváltozott, az a szívünk hozzáállása. És az a mód, ahogyan ezt meg tudjuk tenni. És Istennek ez a kedves, hogy a, a szívünk. És uh, egy másik igét is hozott erre. Ezt az igét még nem fejeztük be a Jóföldet teljesen, de egy másik ígesor uh, volt a Lukács Evangéliumból, amit uh, az Úr ugyanitt, ahol nyitva van a, a Bibliánk, itt van az Úr, uh, mutatott egy másik igesort a 7. fejezet 36-os verstől. Lukács Evangélium 7. fejezet 36-os verstől. Kérte pedig őt egy a farizó, farizeusok közül, hogy ő vele egyék, annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme, a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábánál, sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábá, lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ha ez proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. Felelvén Jézus mondané néki, Simon, van valami mondani valom neked? És azt mondta, és azt mondta, mest, Mester, mondjad, egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el, és Jézus mondané ki, igazán ítéltél. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy itt rólunk beszél az ige. És, és hogy Istennek semmi baja nincs a bűnösökkel, és szereti őket. És azt is remélem, hogy észrevettétek, hogy azt mondja, ezt a példázatot mondta Jézus, hogy egy hitelezőnek volt két adósa, és ennyit és annyit adott neki, és mikor nem volt nekik, miből megadni. Hogy Isten adott nekünk talentumokat, és eljön a nap, amikor visszakéri, mikor nem tudnak fizetni, akkor ő elengedi nekik. Jézus által ugye megbocsáltatott nekünk, Jézus eltörölte az összes addigi bűneinket, és azt mondja Jézus, hogy ő nem azt nézi, és Isten nem azt nézi, amit addig tettünk, micsoda undok dolgokat tettünk, micsoda szenny volt az egész életünk, hanem ő minket néz, és megbocsátja, és elengedi, és azt tudja Isten, hogy akinek sok bocsátatott meg, aki nagyon mélyről jön, az jobban szereti őt. És nagyon is tudta azt, hogy annak az asszonynak nem az a problémája, amit addig tett, hanem azt látta, azt a csodálatos dolgot az ő szívében, hogy ő a szívéből odafordult Jézushoz. Nézzétek meg tovább, hogy Jézus folytatja még tovább ezt a beszélgetést. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókol, csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsáltatott meg, mert igen szeretett, akinek akinek pedig kevés bocsáltatik meg, kevésbé szeretett. És mondd annak, megbocsáltattak néked a te bűneid. Jézus lát mindannyiunkat, tudja, hogy mit tettünk. Meg vagyok győződve arról is, hogy még ha hívő vagy is, elronthatod a dolgokat, elronthatod nagyon is a dolgokat. De ha a szíved a helyén van, hogyha, hogyha, az indítatásod rendben volt, hogyha te jót akartál tenni, ha te Istent akartad követni, és valami óriási zűrzavar lett az eredménye annak, amit tettél, Isten tudja ezt, és nem, hogy megbüntetni fog érte, hanem meg fog áldani. Amen. Mert Isten a szívek és a vesék vizsgálója, és ő pontosan tudja, hogy mi van a mi szívünkben, és tudja azt, akinek sokat bocsátott meg, az jobban szereti őt. Amen. Hogyha valaki mélyebben volt, és tudod azt, hogy Isten megbocsátott, megbékélt veled, és szeret téged, akkor mire fog ezt téged indítani, hogy te még jobban szeresd őt. Amen. Még inkább viszonozd neki, uh, még inkább kifejezd az ő uh, irányába azt a szeretetet, amit te kaptál. Amen. Halleluja. nézzük meg még egyszer ezt a 15-ös verset a 8. fejezetben. Akik pedig a, amelyek, amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal. Itt egy olyan területet kezdünk érinteni, ami lehet, hogy a legtöbbetekben nem olyan uh, kellemes terület. Azt mondja, hogy gyümölcsöt teremnek álhatatossággal. Ez az álhatatosság ez mit is akar jelenteni? Valaki lefordítaná a 21. századi nyelvre? Mit jelent az álhatatosság? Ezti? <laughs> Kitartó? Igen. Vagy ma még másabb uh, kifejezést erre tudnátok mondani? teremnek. Türelmesen. Türelmesen. Türelemmel. Igen, ez egy nagyon jó kifejezés, ugye? Mindenki imádja ezt, amikor arról van szó, hogy meglesz neked, csak várnod kell minden rendben lesz, türelem, jó? Nyugodjál meg, dőjél hátra, minden rendben lesz, várnod kell. Mennyit kell várja? Hát lehet, hogy sokat. Hú, nagyon izgalomban tudunk ettől jönni. Ugye? Isten igéje azt mondja, hogy az a jó föld, aki a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartja. Ezt megbeszéltük, hogy az úr elé megyünk, helyre tesszük az indítékainkat, oké, ez rendben van. Innentől kezdve mi következik? Türelem várnod kell. Időre van szükséged. Sokszor ott rontjuk el, hogy idő előtt feladjuk. Tudjátok, hogy a, a sokszor... Nem értjük, hogy miért van az, hogy valami imádkozunk, és a dolog rosszabb lesz. Járt már valaki így? Kérted az urat, hogy javuljon meg az a helyzet, ahelyett, hogy megjavult volna, szörnyű lett. Rosszabb lett utána. És akkor most, most mi van? És tudjuk, hogy emlékeztek arra a fiúra, akit az apostolok nem tudtak meggyógyítani. Jézus oda ment hozzá, és mondta, hogy hozzátok ide. Ugye megdorgálta az apostolokat, hogy még meddig szenvedi ezt a hitetlenséget, és azt mondta, hozzátok ide a fiút hozzám. Imádkozott érte, és mi történt? A fiú még rosszabbul lett, leesett, és úgy nézett ki, mint aki meghalt. Sokan azt gondolták, hogy meghalt. A földön volt, nem mozgott, tajtékot úrt, kész, úgy nézett ki, mint aki meghalt. Sokszor ugyanez a helyzet van a mi életünkben. Imádkozol, kérsz Istentől valamit, elvárod, hogy a dolog jobb legyen, és erre rosszabb lesz. És akkor az ember elkezd gondolkodni, most mi van? Nem azt mondja az ige, hogy kérjetek és adatik? Nem azt mondja, hogy ha imádkozunk, hogy segítsen meg, akkor megsegít? Mi, mi, van most itt az életemben? És pontosan az van, amit Isten igen mond. Hányan tudjátok, hogyha valaki bevesz egy gyógyszert, a legtöbb gyógyszer nem úgy hat, hogy már abban másodpercben, vagy beraktad a szádba, már kész, jobban vagy. Van egy nagyon zúzós fejfájásod, és beveszel egy fájdalomcsillapítót, és ahogy beraktad a szádba, hozzáért a nyelvet, ez el is múl minden fájdalom. Vagy így szokott működni? Sokszor kell legalább egy kis idő, 5 perc, 10 perc, 20 perc, egy fél óra, egy óra, Komolyabb betegségeknél akár hetek is kellhetnek, amire a gyógyszereknek a hatása elkezd megnyilvánulni a testünkbe. Ugyanígy Isten igény működik. Hányan hiszitek, hogy Isten igény működik? Isten igény működik. Nincs olyan, hogy nem. Ha valaki azt tapasztalja az életébe, hogy én kértem, és nem látom, és vetettem, és nem látom az aratást, és, és kértem az úrtól ezt, és nem látom, ne add fel, ne hagyd abba, ne engedd el a hitedet, mert szüksége van a magnak időre, ami ki kell. Amen. Ha elülteted a krumplit, nem tudom mikor szokták tavasszal, vagy mikor ültetik el, nem várhatod, hogy két hét múlva már ki fog uh, virágozni, óriási gyökerei lesznek, és már arathatod is le. A magnak szüksége van időre. Amen. A jó magnak a jó földbe szüksége van időre. Amen. Mondja Isten igény, hogy hogy... Uh, hogy úgy legyünk, olyan hozzáállással legyünk, mint a, a Szántóveti, aki elvetette a magját, és békességesen tűr és várja, hogy eljöjjön az aratás ideje. Amikor a jó mag a jó földbe elvetésre került, szükség van türelemre. Hányan tudjátok, valaki olvasta a Joyce Meyernek ezt a kis könyvét, amit ajándékba kaptunk? És úgy végigolvasta, mert az utolsó lapokon uh, van szó a türelemről. Ha még nem olvastad, javaslom, hogy lapozzál a végére, és olvasd el. Uh, nagyon zseniálisan tanít a Joyce Meyer arról, hogy hogy, hogy hogy is kell várni, hogyan kell türelmesnek lenni, és arról is beszél, és nagyon tetszik, és azt, ez az igazság, hogy az életünk nagy része várakozásból áll. Várunk erre, várunk arra, aztán megkapunk valamit, akkor arra várunk, hogy az... Uh, Például van, aki vár egy férre, egy feleségre. Eltelik egy csomó idő, amíg megkapja, másnál kevesebb. Megkaptad, akkor arra vársz, hogy olyan legyen, amilyennek te szeretnéd. Amikor megkaptad ezt, akkor gyereket vársz, akkor mikor megjön a gyerek, akkor arra vársz, hogy felnőjön. Az egész életünk tulajdonképpen, az élet nagy része a várakozásról szól. És a legtöbbünknek a hústeste nem szeret várni egy percet. Sem. Van itt valaki, aki úgy érez, mint én, hogy most akarom azonnal, és nem várok semennyit. A legtöbben nem szeretünk várakozni, de meg kell tanuljunk várakozni. Meg kell tanuljunk méghozzá helyesen várakozni. Valaki szeret dugóba ülni? Volt egy alkalom, amikor az oktogon és a nyugati között 45 percig tartott, hogy átjussak. Ugye tudjátok, hogy normális időben ez körülbelül 5 perc, hogyha ilyen átlagos forgalom van, lehet 15 perc, de amikor 45 percig tart, még gyalog is 10 perc, de amikor autó van 45 percig tart a 40 fokban nyáron, az egy kicsit húzós, és... Minden bajom volt, amikor ott voltam, meg is ígértem magamnak, hogy többet öt óra körül nem megyek a körút közelébe se. És uh, sokan idegesek, amikor dugóba ülnek, nem mozdul semmi. Csak egy jó tanácsot már nagyon régen hallottam, és ezt meg is fogadtam, hogy legyen az autóban valami jó kis könyved, amit szeret olvasni. Lehet ez akár egy biblia, vagy egy akármilyen könyv, amit szeret olvasni. Legyen ott a, Valamelyik zsebébe az autónak, és amikor ilyen dugó van, csak vedd elő, mindenki ideges, te meg addig hasznosan tölted az idődöt, esetleg kijelentést veszel az úrtól, és élvezed az utazást, miközben mindenki felrobbant, hogy nem ér oda. Úgyse fogsz hamarabb odaérni, ha felrobbantsz a mérektől, és akkor miért nem tölteni egy jobban? Meg tudunk tanulni várni. Isten ígéje pedig mondja ezt, hogy türelemre van szükségünk, hogy tudjuk örökölni az áldásokat. Szóval a jó föld milyen? Segítsetek nekem egy kicsit? Milyen az a jó föld, amelyik százszoros gyümölcsöt terem? Nyugodtan, hangosan, tiszta és jó szívvel. Megcselekszik az igét? Állhatatossággal, hogy nagyon fontos. Azt hiszem, hogy mind a két része. Hiába jók az indítékaink, ha nem tudunk várni, és föladjuk két hét múlva. Ha pedig uh, nem jók az indítékaink, és türelmesen várunk, ugyanott vagyunk. De hogyha mind a kettő rendben van, én hiszem azt, amit Isten igéje is mond, hogy a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Amen. Én eldöntöttem magamnak, hogy én aratni akarok, azt is eldöntöttem, hogy magvető akarok lenni, és tudjátok, hogy mit találtam ki? Lehet, hogy nem az én ötletem volt. Meg hallottam is ezt egyébként, de... Azt döntöttem el magamnak, hogy ha már úgy működik ez az egész dolog, hogy ha vetsz, várnod kell, amíg aratsz, mikor mennyit. Ha én rendszeresen vetek, és egyszer el fog telni akármennyi idő, amíg jönni az első magnak az aratása, ha én rendszeresen vetek, akár heti, akár havi szinten, de folyamatosan vetek, és még mellette fizetek is tizedet, hogy a, a, az úr megőrizze az én vetéseimet, akkor mi fog történni? Folyamatosan fogok aratni. Nem kell aggódjál a várakozás miatt összesen, ha hűséges, magvető vagy, összesen egyszer kell várakoznod. Tulajdonképpen. Ha rendszeresen vetsz, rendszeresen fogsz aratni. És hogyha egyszer kibírtad azt az időt, amíg bejött az első aratásod, de tudjuk, hogy Isten addig is ad uh, kenyeret az éhezőnek, amíg az aratás eljön. És ha azt kibírtad onnantól kezdve jön, a, jön az aratás, csak uh, az bírjuk ki. Amen. És uh, Isten igé ezt mondja, és hiába akarjuk mi azt, hogy e, de ez tegnap történjen meg, ha Isten igé azt mondja, hogy már pedig türelemre van szükségünk, akkor, akkor türelemre van szükségünk. Azt mondja itt a 18-as vers, hogy meglássátok azért, mi módon hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, még amiért gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Halleluja! Úgyhogy nagyon fontos az, hogy amikor hallgatod az igét, hogy hallgatod, hogy ah, persze, már megint ez, ezerszer hallottam, nem érdeke, úgysem működik sem, lehet így is hallgatni, nem is fog működni. Isten igé azt mondja, hogy ők is hallották, de nekik nem használt a hallott ige, mert nem párosították hittel azt, amit hallottak. Amikor hallgatjuk az igét, hitet kell hozzáadjunk, és tudjuk, hogy a hit az pedig egy, egy, egy döntés. Hogy úgy döntünk, hogy igen, én ezt elhiszem, vagy úgy döntünk, hogy nem, én ezt nem vagyok hajlandó elhinni. Hogyha akarod, hogy Isten igéje valóságba jön az életedbe, akkor hinned kell benne. Hittel kell, hallgassad, tiszta és jó szívvel megcselekedned, és türelmesen várnod, amíg megjön a gyümölcse, és amikor elkezd jönni a gyümölcs, akkor ugrándozva örvendezhetsz, és dicsérheted Istent, hogy Isten igéje működik. Amen. Halleluja. Nem tudom, hogy hogy állunk idővel, nem sok időnk van. Még egyetlen egy dolog volt, amit így a mai napra az úr a szívemre helyezett. Hogy már evangélium 11. Halleluja! Ti nagyon jól hallgatjátok az igét, dicsőség Istennek. Már evangélium 11. 22-24-ig nagyon ismerős ige versek azt hiszem, amiket most fogunk olvasni, és ezzel kapcsolatban is úgy vélem, hogy nekem új dolgok jöttek, megint csak megér, újabb megértések, és nagyon-nagyon örülök. Egyébként ez össze fog függeni az evangelizációkkal is, és uh, ha valaki esetleg bizonytalannak érzi magát. Hányan tudjátok, hogy Isten hatalmat adott minden hívőnek a betegségek felett, a fájdalmak felett, hogy a másik hívőre, aki esetleg beteg, ráteheti a kezét, és azok meggyógyulnak. Valaki ezt hiszi? Az azt jelenti, hogy te is, meg én is, bármelyikünk rátehetjük a kezünket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Hányan hiszitek azt, hogy sokan küzdünk egy kis uh, nem tudom, bizalomhiányjal, az Úr irányába, egy kis, egy kis félelemmel, egy kis, hogy, 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 hogy azt mondjuk, hogy inkább gyere, te imádkozzál, értenek, te úgy is szoktál, és hát én majd én legközelebb, de majd jól megnézem, hogy hogy csinálod. Hogy sokszor hiányzik valami, ami miatt nem merjük, vagy nem akarjuk, vagy nem tudjuk megtenni azt, hogy hittel rátegyük valakire a kezünket, és az meggyógyuljon. És higgyétek el, hogy a gyülekezet sokkal többet tudna végezni a gyógyítás területén is, ha minden egyes hívő gyakorolná, még ha ritkán, akkor is, a, azt, hogy a kezét ráteszi a betegekre, mintha egy pásztor dicsőségesen időnként, vagy egy evangélista óriási gyógyító alkalmakat tartana. Sokkal többet el tudunk végezni, ha te a munkatársadért, a családtagjaidért tudsz imádkozni, ráteszed a kezedet, és azokért, akikkel találkozol, mint hogyha valaki óriási gyógyító alkalmakat tart időről időre. Jó, és az úr azt hiszem, hogy egy bátorítani szeretne ezáltal, és hiszem, hogy uh, át fogom tudni adni azt a megértést, amit nekem is az úr adott. 22. vers. Jézus felelvén mondanékik, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek: ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek. Halleluja! Hányan hiszitek azt, hogyha valaki beteg lenne, és ráadásul az illetőnek van akkor a hite, hogy odaforduljon valakihez, egy másik hívőhöz, hogy imádságot kérjen, és ha az a hívő helyett, akihez odafordult az a beteg, Jézus állna ott, nem a hívő, mondjuk ha rólam beszélünk, nem én állnék ott, akihez az ember megy, hanem Jézus maga, és ha Jézus rátenné a kezét, az meggyógyulna ezt? Hányan hiszitek? Az illető hittel fordul Jézushoz, Jézus ráteszi a kezét, az ember meggyógyul, el van intézve, men. Isten igye azt mondja, a 2. Korintus 5.17-ben, hogyha ellapoztok oda, mondjad, igen, haló, 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 de, mondjad, 2. Korintus, mm. 5-17. Nagyon ügyes. Letetted? Jól van. Ott vagytok? 2 Korintus 5.17. Azt mondja, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Ezt valaki hallotta már? Hogyha Krisztusban vagy, új teremtés, vagy a régi elmúlt, újjá lett minden. De vajon ez mit akar jelenteni? Hát, hogy az, ami addig voltál, az már nincs. És teljesen újjá lett minden. És tudjuk, hogy a következő vers mondja, hogy mindez pedig Istentől van aki minket megbékéltetett magával Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta békéltetés szolgálatát. A Róma 6. fejezet 4. versében, 4. versétől Rómaiakhoz írt levél, hatodik fejezet, és a négyes versétől azt olvassuk, hogy eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint egyé lettünk vele, úgy a feltámadásáé szerint is egyé leszünk. Tudván, hogy a mi ó emberünk ővele megfeszítetett, hogy megsemmisüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Amen. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen, Tekintsétek magatokat úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne, nem uralkodik tehát a bűn a ti halandó testeteik, testeitekben, ne is engedjetek azoknak az ő kívánságaiban röviden és tömören, amit itt olvastunk, hogy Krisztussal meghaltunk, és vele együtt feltámasztattunk. És mi ő benne vagyunk, ugye? Mondja is ezt az igen, most nem fogunk oda menni, de az Abcsel 17-28 mondja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy Jézusban vagyunk. Hogyha ezt így tudatosítanánk magunkban, hogy ez mit is jelent. Hogy Jézus bennünk van, mi ő benne vagyunk, mi ketten egyek vagyunk, Uh, emlékeztek, hogy Laci a Hunyadi Laci szokta ezt mindig mondani, amikor imádkozik valakiért, hogy az én kézrátételem, a Jézus kézrátétele, ezért neked meg kell gyógyulni, és az emberek meggyógyultak. Ha tudatosítod magadba azt, hogy Jézus van benned, amikor te odamész, hogy ráted a kezed bárkire is, nem te fogod rátenni a kezedet, hanem Jézus. Nem a te erőttől fog meggyógyulni az az ember, hanem Jézus erejétől. És innentől kezdve a felelősség sem rajtad van. Amen. Ha te a Jézus nevében teszed a kezedet arra a betegre, Jézus a felelős, hogy az, az ember meggyógyuljon, és az az ember, aki akiért imádkozol. Ha az embernek van hite, rajtad nem fog múlni. Tőled Isten csak azt az engedelmességet kéri, hogy annak ellenére, hogy hogy érzed magad, hogy biztos vagy benne, hogy ez meg fog gyógyulni, vagy nem, menjél és tedd rá a kezedet. Amen. Úgyhogy legközelebb, amikor ilyen helyzetben vagy, ne futam, hogy meg, ne hátrálj meg, csukd be a szemedet, és mondd azt, Uram, az én kézrátételem, a te kézrátételed, a Jézus nevében gyógyulj meg. Azt mondta, hogy ha hiszed, és a hittel kimondod, meg lesz neked, amit mondtál. Amen. Legyél bátor. Én úgy örülök, amikor imádkozhatok. Sokszor, amikor kijöttek ide imádkozni, maximálisan, nem sokszor, mindig, maximálisan tisztában vagyok, hogy én egyikütököt se tudnám soha meggyógyítani. És Isten mégis sokszor elvégzi. Azért, mert ő végzi. Ha, ha rajtam múlna, úgy mennétek haza, hogy jöttetek, de dicsőség Istennek nem rajtam múlik. Amen. Az én kézrát, én, én hiszem, hogy bennem is Jézus él, úgy, mint benned. És ha én ráteszem a, a kezemet, a, akkor Jézus teszi rád a kezét. És Jézus gyógyít meg, és az ő ereje árad ki. És amikor te az utcán vagy, bárhol ráteszed valakire a kezedet, Jézus teszi rá a kezét. Amen. Tudatos is magad, csak egy példát, hogy ez jobban megmaradjon, engedjetek meg nekünk. Uh, valaki emlékszik még, amikor még Mihály Gergére szoktunk járni? Valaki van még régiek közül, aki még emlékszik? Sokan voltatok velünk, Mihály Gergén. Egyik alkalommal stoppolt egy fiatal srác, és elhoztuk. És nem tudom, hogy ki volt velünk még az autóba, azt hiszem, hogy többen voltunk. És egy, egy kis uh, ilyen roma. Srác volt, de azt hiszem, hogy ukrán, ukrán volt, vagy nem vagyok biztos benne, de ilyen nagyon ilyen a maffia világban volt benne, és azt mondta, hogy alig mert beszállni az autómba, mert van egy ellenség, akinek pont ugyanilyen autója volt, és azt hitte, hogy én vagyok az. <laughs> de azt mondta, hogy végül is nem fél. 200 amfetamin tabletta van benne, az elraktározódott az ő testébe, és ha bármilyen probléma vagy nehézséggel találkozna, vagy verekedni, vagy bármi kell, ez felszabadul, és olyan iszonyú erős lesz, hogy bármivel képes szembenézni, úgyhogy ő nem fél semmitől. Mondta, ez a 200 amfetamin tablet, az beépült mindenbe, a csontjaiba, a vérébe, mindenhol ez van. Úgyhogy ne is próbálkozzon vele senki, mert ő olyan erős tud lenni, ha kell, hogy szétver mindent. Mondtuk, hogy nekik hogy nem az ellenséged vagyunk. Adtunk neki Jézus kártyát. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az amfetamin így működik de abban biztos vagyok, hogy ez a srác ezt elhitte. Azt tuti. Olyan bátor volt, olyan nyugodt volt, ott ült és mondta, hogy tudja, hogy meg akarják ötölni, de nem érdekli. Benne van az a 200 amfetamin tabletta, és ha baj van, az előjön bennünk nem 200 amfetamin tabletta van, hanem az Úr Jézus. A nagyobb az, aki bennünk van, amen. Remélem eszedbe fog jutni erről a történetről, hogy bennünk nem amfetamin van, hanem Jézus, amen. És nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, amen. Úgyhogy amikor kimész az utcára, amikor elkezded Jézust hirdetni, Isten igen mondja, hogy az ő nagykövetei vagyunk, az ő nevében tegyük. Amikor az ő nevében teszel bármit is, akkor megszűnsz te lenni, hanem őt képviseled. Ő nyilvánul meg általad. Ne féljél bárkire is rátenni a kezedet, bárkiért imádkozni, bármiért imádkozni, amikor a Jézus nevében teszed, ő felel érte. Amen. Ha meggyógyul, dicsőség az Úrnak. Ha nem gyógyul meg, én nem tehetek róla. Én ha rátettem a kezemet, akkor az illető meg Jézuson múlt a dolog. Így van? Neked nincs mitől félned. Néha előfordul egyébként, elmondom, hogy nem gyógyulnak meg az emberek. Ha pont veled akkor történik ez meg, amikor először látetted valakire a kezedet, elbizonytalaníthat. <laughs> ne add fel. Legalább annyira múlik az illetőn, mint Jézuson. Pontosabban Jézuson egyáltalán nem múlik, ő mindenkit kész meggyógyítani. Sokszor az illetők hitével van a probléma, hogy nem tudják elfogadni, nem ismerik, hogy létezik ilyen, nem hisznek benne, és Isten sokszor csodát tesz. Például a gyógyítások ajándékain keresztül, amiért semmit nem kell tegyen, fikazni hitre nincs szüksége, Isten megteszi neki ajándék. Csak annyi kell, hogy elfogadja. Máskor az illetőnek igenis hitre van szüksége, hogy át tudja venni az ő gyógyulását. És ha nincsen, akkor addig imádkozhatsz, amíg a haja lekopik. Ha nincs hite, nem fogja átvenni a, a, a gyógyulását. És nem te vagy a felelős ezért. Jézus ereje ott van, Jézus benned van, és ha az illető hittel kinyúl ezért a gyógyulásért, megkapja. Amen. Halleluja. Új teremtés vagy, és nagyobb az, aki benned van. Mindenre képes vagy. Nem 200 amfetamin tabletta van benned, de a nagyobb van benned. Amen. Halleluja. Mit szóltok, hogyha megköszönjük, hogy ez a nagyobb bennünk van? Amen. Még egy dalt elénekünk egyet jó, csak egyet uh, fogunk elénekelni, és megköszönjük uh, az Úrnak, hogy odaadta ezt a nagyobbat. Amen. Valakinek segített már ez a nagyobb valaha is. Halleluja. Dicsőség legyen neki, úgyhogy megköszönjük ezt. Nyugodtan álljunk föl, és, és magasztaljuk őt, dicsérjük, imádjuk őt, adjunk hálát neki. Halleluja! Ahogy ezt a dalt elénekeltük, hogyha valaki szeretne meggyógyulni a feje fáj, a bokája, a lábszára, bárhol fáj, bármit fáj, nyugodtan gyere előre, mert a Jézus nevébe fogunk imádkozni. És ő el fogja végezni, ha szükséged van gyógyulásra, vagy megerősítésre, hogy bármire az úrtól, gyere előre, és ő el fogja végezni. Halleluja! Magasztaljuk őt, magasztaljuk őt.